Üdvözlök, ismételten. Dénkit, itten, hallható vagyok. Ez most ilyen, hogy vajon nem akarát rendesen streamelni. Nem lehet akkor felvételezni, és aztán még feltöltöm. Annyi baj legyen fele, hogy sokat gondolkodtam. Arra jöttem rá, hogy én 6 vagy 7 éven át, inkább 7 éven át nyomorókokhoz jártam. Aki folyton a YouTube-ot nézi, és ezt a rossz szokást 7 éven át áttanultam. Ez szégyen, gyalázat, hogy egy úgy gondolkodjak, mint egy primitív munkás. Hogy nézne a YouTube-on szalidőben a videókat. Más is lehet csinálni szalidőben, nem csak azt, hogy már nem érdek a munkás. Jussább koromban, vajon még lehetem tudtam figyelni oda, ki pofázik, még ki nem pofázik. És egyszerűen elkezdtem felállítani az alapokat. Aki nekem nagyon pofázik, azt a leföldenek. Nincsenek meg! Hol tűntek volna? Van itt sok minden ilyen vírus is. El van a keveredve vele. Milyen jól tudják az ország felvenni el a harcot. Azt hiszik, hogy beoltsák magukat, és már el fog tűnni a vírus. Hát nagyon tévedtek. Én úgy emlékszek, hogy nincs rá védőoltás. Lehet, hogy ez az egyik verziójára van, de a következőre már nem. És reménykednek abba, hogy meg is kapják az újabb verziót. Nem lesz annyi nagy bajuk. Most honnan tudjátok azt, hogy nem lesz? Na, egyszerű logikán meg lehet állapítani, hogy mi történhet. Mindig mondtam szépen, hogy az ördögnek a műve a tévé, a virtuális világ való élvezet. Hát tudnátok, amikor ti nagyon éleszkedtek valami, akkor a szervezetekben jobban áramlik a vér. Nem áramlik, ha jobban lerakódik, ha nem mozogtok közben. Hiába feküdtök és véraladást kaptok. Már több tudományos tény is bebizonyította, hogyha véroladás gátóval lehet a Covid ellen kicsikét, amire akartok, de az sem biztos. Azt a túladagoljátok, 4-5 év után ugyanúgy belehaltok. Ki tudja, mit tartom, az a vakcina is! Lehet, hogy valami véralvadó, véralvadás gátló szer. Nem megoldás! Én mondtam szépen azt, hogy aki gyenge elmélyű. Gyenge alatt azt értelmezem, hogy egy helyben áll. Alig mozog valamit. Az nagyon színéséggel adezik. Hogy mindig ez volt régebben is. Aki a leggyengébb, nem kellett. Manapság vannak elkelejtve. Azt hiszik, hogy ez a szer lehet, hogy megvédi egy pár évre, de tovább nem fogja megvédeni. Nem tudják megérteni azt, hogy nem kell naponta 12 vagy 14 óra dolgozni. Megvan ez a következménye, ez a valóság. Mert nem a virtuális világ, ez a YouTube-ban való elévezgetése. Aki áll is a 10-12 óra az következőleg azt kellene csinálni, hogy mozogjon. Több gyakorlatokat csináljon. Ne annyira gátolja meg a véraladást, ne legyen neki. De nem szállj neki, mert bízik abban, hogy felette a vakcinát, és már menekült a betegségektől. Hát a valóságban nem az van. A valóságban az van, hogy ez úgy lett kifejlesztve, hogy az elmebetegeket írtani kell vele. És most ebben az esetben kiszámít elmebetegeknek. Nyilvánvalóan, ha tik valami cég már több ország 20-30 éve ugyanazokat a motorokat, robotoknak való eszközöket gyártják el, ha nem kellenek, egy idő után fölöslegessé válnak. Nem mindig csak a pillanatnyi jelen van, hanem van a múlt és a jövő is. A múlt az, hogy ti legyártottátok, ilyen egyszerűen a jövő meg az, hogy már nem kelletek. Vannak ezek a videók, ahol egyre jobban el lehet relaxáltatni. Ezt hallgassa, ül egy helybe, nem mozog, nem csak semmit se, nem gondolkodik. Érezgetéstől megnövekszik a vér nyomás szintje neki.
viraladás. Minden. Tönkre mehet rajtatok. Gyöngel, nem vesz észre. Mit is várok el ezeket a sok gyengelmétől. Mindig megvoltak a rabszolgák. A jobbágyak meg ilyen uralkodó réteg. Ugyanazok vannak. Hiába hiszetek azt, hogy ez a vírus ellen ez a vakcina megoldást nyújtanak. És majd jön egy újabb verzió. És akkor tényleg védve lesz, nem fog annyira bántani benneteket a vírus. Honnan a fejéből tudod te azt adna? Te hülye kis némber. Primitív gondolkodás. A sok gyengelme sok mindent bevesz. És itt van, hogy a vírus, ami ki lett fejlesztve. Ha én emlékszek rá, hogy nincs rá védőoltás, meg a DNS-et töri szét. DNS-et ennek a szerkezetét. Most ki az a hülye, aki beoltsa magát fele? Ezt nem tudok rájönni! És azt hiszi a gyengelme, hogy biztonságot kap. Ez ugyanaz volna! Megfogom! Beoltatnám simán víze, vagy sódatta, ilyen só víze inkább. És kapod a védelmet. Védve leszel a vírustól! Megvéd benneteket! Mindentől védve lesztek. Nagyon fontos, hogy meglegyetek védve. Nem vagyunk megvédve, mi lesz veletek? Mi fog történni? Mi? Ha mi lesz veletek? Az előző videóban meg tudjátok azt is, hogy hova juthattok. Hogy megmertetek szégyeníteni. Főleg Magyarország, Szerbia tudja azt, hogy ők felvették a harcot a koronavírus ellen. Nehogy végén rakétákat kapjanak! Mind a kettő ország! Mitől is ne lehetne. És nem jó helyzetben vannak. Nem is voltak semmikor se! Ismét a... az örök harc lesz a divatos. Jóval hamarabb visszaszerezném a hatalmi vezetésemet, ha kicsikét gondolkodnák, és visszamennék a az örök harc, a szent háborúra, háborúékhoz, nem pedig renitten a köznépet való videókat. Szépen megmondtam, még egyszer nem fogom megmondani, hogy nálam aki pofázni, mert nagyon sokan összekevernek az egyénemet. Ezt nem kell összekeverni. Régebben éreztem azt, hogy kell viselkednem. És mondták, hogy jó viselkedek, és úgy kellene. Ha nagyon pofázott az óvónő, megfogni és leföldelni. Ha mit pofázik a kis rohadt sziopatája. Így kell beszélni. Így kell viselkedni. És most pont a napokban jutottam arra, hogy a sziopata óvónőket kellene legelsőnek egy kicsikét megpuhítanom. Egyszerűen eszembe jut az a sok hülyeség, ami ott volt. Olyan kellett viselkednem. A szemetesbe a szemetet kellett dobni. Vagy szóval a valóságban a szemetet, mint a feleséget, a sejt állományokat a szemetesbe, vagyis le kell földelni. Nem az, hanem hogy mellettem szégyenítve, tisztára, mindenre van megoldás. Én számomra a megoldás az, ha visszajutok, amoda is mondom, a nagyon nem jutok vissza a hatalmi szervekhez, akkor kétán vagyok az örök harcra csatlakozni, leszek sebgépfegyveresem és így jönni fogok vissza. Nem tűretem el azt, hogy pofázni mertetek ezt a szégyen gyalázatot, hogy eddig még 400 év alatt. Nem tudom pont mennyi, de van 300-400 év. Senki nem mert pofázni nekem! Tik meg mertetek? Hogy tehettetek ilyesmit? Én velem senki nem tett még eddig ilyesmit. És itt van. Mostan. Most, a most. És azt vettem észre, hogy nagyon a közmunkás ebben beszélek. Egyszerűen megromlottam. Tisztára megrontott valami. De nem tudok rájönni, micsoda. Én rájöttem amúgy meg. Legelsőnek a sziopata avónék voltak. Aztán jöttek a tanítók, jöttek a tanárok. Azt így is mentünk fölfelé, fölfelé! És most mi van?
Most komolyan, örüljek 200-300 eurónak. Rémántokba, régebben meg aranyokba kaptam a füzetést, a pénzt, az volt a csereeszköz. Olyan, mint a bitcoin. Mi van a furumon bitcointos? Hogy is hívjákok? Valuták, egyszerűen bemegyek egy automatához, lesz pénz rajta. Vajon, lennie kell? És megvan. Nem pedig van itt válni aztat. Júj, hogy is sem a bankomat? Milyen bankot is? Mi a fenének? A kurvák, a kurvatartók is a kurváknak készpénzbe fizetnek. Így van. Ez a valóság. Ez így szokott lenni? Vagy bitcoinnal? Is. Hittagadó. Palesztinok. Ez már szégyen gyalázat, hogy már. A fázi mertek. Ezt nem bírom ezt elviselni. Ez tisztára felháborító. És ez miatt valamit tennem kell. A legnagyobb tevés az, ha szabad időben többet gondolkodok, többet számolgatok, többet izmosítok magamon. Az is hát, hogy felveszek valahova verőembernek, akkor is megkeresem a 200-300 eurót, nem pedig lenne egy kibaszott gép mellett legyek, vagy egy irodába üljek a szállítógépbe, az így kell jó kijelzni magamat, izmosítani. Most csalás nélkül, simán lett valamilyen genetikai szerek, egy pár izomzatban egy pár inekció, már is már majd lesz az egész kezem. Lehetett? Mit hiszte, hogy ment ez? Nem úgy, mint mostanában. És itt már látszanak a támogatási linkek. Vannak ezek a, újabban ezek a bitcointok. Hogy kell képzelni ezt a bitcointot? Olyan, mintha az arany, az ezüst, a gyémánt, a platina. Soroltam itt a nemes fémeket. Hogy megéri. Ezt csinálni! Egyszer megéri. Nem pedig lenni itten a sok szart. Nézni mások YouTube-ikát. Relax life, meg itt nem tudom miket. Egyszerűen kell. Minden el lehet érni. Csak akarni kell. Mert le kell szokni a, elmondjam, a káros tévékről. Leszokni. Leszoktatni. Vagy inkább leszoktatni magamat valakivel. És itt van, amiről beszélek. Hogy ez mind-mind, amolyan nagyon részt beszélek, viselkedek, ez a köz. Népköz, munkás réteg, amit a sziopata avónő kezdett legelsőnek rám erőszakolni. És ez nem. Nem tetszik az egész most már. Most már kezd nagyon elegem lenni. Simán elmehettek velem mi biztonsági őrnek is. Jó, kijegyzel magamat. Megvan a 300-200 euró. Nem kell egy helyben állnom. Valami visszapróbok körözni. Izmosítom magam, mert bírok dobálgatni. Itt van, megvan a mozgás is. Mert nem olvad be a vérem se a hülye vírustól. Ez a vírus. Többször megmondtam, hogy nincsen rá védőhatás. Vagy az én memóriám, nekem rosszak az információim. Az én informátoraim nem voltak semmikor se rosszak. Azok a valóságot mondták mindig. Hiába van egyik verzióra, ha mutálódni fog, és jön egy agresszív. És majd ugyanúgy belocsátok magatokat, és megint azt hiszik a kis gyengeme, védelmet nyújtanak. A legnagyobb védelme az volna, kicsit változtatnátok az életmódotokon, nem a következő mutált vírusra várni az oltóanyagokat. De nem. A gyenge IQ. Ezek mind-mind gyenge, aki egy szerben meg tud bízni, hogy meg fog menekülni. Gyengék. És a számra gyengék alatt az jelenti, hogy meg vannak mostan nagyon jó leszek mostan. Jó viselkedés. Mi jó viselkedés? Én előttem régebben meghajoltak! Hogy a viselkedtek, én nem fogok senki előtt sem nagyon meghajolni. Ilyes, meghajoljak. Én? Ugyan már! 300-400 éve ezelőtt valami kávé
Neptun pont mikor a dátum? Senkor nem hajoltam meg. Nagyon vagyok, híres, hogy daraboltam! Mit csináltam még? Jó sok. Mindent még? A szembe jut, mit mondtak még? Daraboltam. Jó sok nőt. Megerőszakoltam! Régebben is. Így ment. Okosabb is voltam. Azért, mert nem voltak ezek a... Nem volt olyan rétegben, hogy a rohadt kis munkások közé menjek! Egyszerűen ez a munkás réteg, ez már felháborító, ami van. Hogy ezekhez kellett mennem egészen 7 évet kibírnom. Milyen 7 évet? Elmondta. Be kell számolni az óvodát. Az óvoda volt 3 év. Akkor jött az általános iskola, az 11 év. Akkor jött a középiskola, az 15 év. 18 évet! Képes voltam rendesen lejárni közé. 18 év. Már nem 20 évet. Na! Meg is lett a komoly következményei! Az elj nem voltak meg, de most sem kezdnek meg lenni. Legelején, még 2008-ban, vagy 2009, megtaláltam a DVD lemezt, nem adjak mellé semmit se! Csak itt a memóriámt visszaraktam a helyére, hogy már akkor már Ubuntu 8.10-es rendszer volt a legelső, amit már számítógépre felraktam. Ubuntu 8.10-es. Hát, mások még nyomták a hülye játékokat. Akkor is meg lett volna a rétegeződés. Na aztán szakás szerint eltűntek. Valahogyan. Megmutassam. Meg lehet mondva szépen, miket csinálom, dögöljönek meg a körülöttem lévők. Így van. És most már úgy döntöttem, hogy fő feladatom véleményesen, ideje most már kicsikét változtatni jócskám mindenen. Múltba és a jövőben, jövő felé menni. Nem pedig a pillanatni jelenben lenni. És itt van, ez volt, még RTS verzió volt. 8.10-es. Jó, régen volt. Ez is már. És egyszer emlékeztem rá, hogy legelején, hogy melyik is volt. Ez annyira tompolt a memóriám, hogy már az alapokra, az alapokat kezdtem már felejteni. Ez 2009-nek a pont a lemezre tudtam nézni még a dátumot is, de ezért azt sem tudnám, hogy mi volt. 2009-ben volt még a... Hogy is éjjelben volt még. Második hónapban és harmadik hónapban, aztán még haladik hónapban meg eltűntek, ha jól emlékszek most már. Egyszer nem emlékszek, mert vannak rá hogy is ilyen tárgyi bizonyítékaim, onnan tudom a pontosan a dátumokat, hogy ez volt a legelső nyitforráskódó operációs rendszer, amit lett már 2009 második hónapban. Akkor is milyen hülyéke voltam körülvéve, mint most is. Egyszerűen nem tudják felfogni a gyenge elme, hogy van a... nem a virtuális világban kell élni. Semmikor se! Nagyon sok minden volt! Meg lesz is. Ez a tanúság ittán, hogy fel kell vennem az iszlám hitet. Nincs más lehetőség. Már úgy néz ki nagyon! Ha lett volna már, réges régóta már vezető lehettem volna,